a fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. És valójában merő formátlanság. A kimirált láttán csak bogóságát. Csak ugye a valóságban a káosz nem létezik az emberi agy a prémképeink kívül. Így hát a kivér a bennünk, emberekben, mindnyájunkban valóságos szellemben. És mértéktelenségként, alaptalan szörnyként él. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy, a kövektől az ételi. Ismerd meg, hódítsd meg. A turba a létezés egyetemes felfordulása. Dasein gebrochenheit, a lét összetöröttsége. Én egy tanulkozott volna már vele, ezzel kiegészítettem, mindig túlkevített pillantás. Elvetem őt fickóba, akiben nincs semmi, észékiség, mégis élvetek, élvetek. Lépcsésznések, búsképű erotikus, érzelgő csesztéta. Minden lépése hiába valónak, meddőnek tűnik. Az indiszkrét ember nem tud árulás nélkül kilépni magából, mintha egész lényéhez egyfajta szégyentelenség tapadna. Egyik nap lelkes, hogy eltöröljék a halálbüntetét, hanem az átszellemültségben. Célja nem az önmaga feletti uralom, hanem a tökéletesség. Csak a szenvedő ember lehet megfelelő, törvényes és sajátos módon kifinomult. A szenvedő ember kifinomultsága ténylegesen egy hiányt kitölti teljesen. A finomsága, mondhatni, az ő, tehát a szenvedő és látó ember teste és kötőanyaga. Benne van a szemében, a nézésében.